Szeretettel köszöntöm Csaba Beatrixot és Varga Csabát, a Tudatos Csatorna megálmodóit, létrehozóit. Arra szeretnélek kérni benneteket, és én minél kevesebbet akarok majd beszélni, hogy meséljetek erről a Tudatos Csatornáról, hogy miért jött létre, mi a célja, hogyan működik, hányan csináljátok, hányan csináljuk, mert ugye valamilyen szinten én is benne vagyok, és hogy kezdődött ez az egész. Csaba. Nem. Itt a hölgye ki az elsőbség. Hát úgy kezdődött, hogy én nagyon-nagyon szerettem volna egy olyan teret, ahol sok mindenről szó eshet. A civil rádióban ugyan vannak műsoraim, de az nem enged mindennek teret. Előtte a Tiszta Hangok Rádiónak dolgoztam, ugye ez egy közösségi rádió volt, internetes rádió. Az megint egy frekventált rész volt, ám de nem minden fért bele. És aztán Csabának addig mondtam, hogy kéne egy olyan hely, ahol sok minden másról is beszélni lehet, hogy összefogtunk és létrehoztuk a csatornát. Ami azért ez így kicsit nagyképűen hangzik persze, tulajdonképpen egy internetes média felületről van szó, egy közösségi multimédiás felületről. Ez az álom bennem legalább 10 éves. Korábban legalább 3-szor neki futottunk már, hogy valamit csináljunk. De aztán mindig valamiért félben maradt, az első időkben főleg a technika, vagy technológiai problémák miatt. Most pedig adott volt minden, csak álmodni kellett. Az álom lényege annyi, hogy mindaz az új tudás és új tudatosság, amely bennünk megérett a körülöttünk lévő 3 kutatóintézetben, az nyilvánosságot kér magának. De ma a nyilvánosság már nem az írott sajtó, nem a folyóiratok, bárne nem a könyvek, hanem kell egy olyan multimédiás felület, én szívesebben hívom televíziós csatornának, amelyen próbáljunk meg minél szélesebb körben, minél közérthetőbben, minél többekhez eljutva minden olyan dolgot továbbadni, ami hitünk szerint ma az emberek életét segíti. Ez tehát 3 különböző dimenziót jelent. Először azt, hogy mi az embernek a dolga önmagában belül. Tehát az ember belső fejlődését, változását segíteni, ösztönözni. A másik a külső világ, nevezzük akármilyen fogalmakkal, globális, nemzeti, lokális struktúrák, mozgásformák, létformák, amelyek többsége ma nagyon nagy bajban, csődben van, tehát duplán érdemes vagy szükséges velük foglalkozni. A harmadik pedig a tudás, a gondolkodás, a bölcsesség. Az emberiség ma egy érdekes állapotban van, mérhetetlen sok tudás születik minden nap, de ezek nagy többsége már ma olyan tudás, ami az embereknek hírük sincs, nemhogy fogalmuk sincs. Tehát nagyon fontos, hogy minden új felismerést, minden új gondolatot, minden új elméletet próbáljunk meg közhírré tenni, és lehetőleg metaelméleti szempontból. Mennyire egyirányú ez a csatorna? Tehát ez alatt azt értem, hogy ez csak a csatorna részéről az emberek felé, vagy pedig valamiféle visszacsatolást is vártok mondjuk a nézőktől, hogy bevonjátok-e, vagy bevonjuk esetleg ezekbe a cselekvésekbe, történésekbe őket? Természetesen idővel bevonunk több embert is ebből, már a készítésbe is, hiszen hogyha valaki felmegy a csatorna felületre, a tudatos-csatorna.org webcímen lehet megtalálni, akkor látja, hogy messze nem csak azok az anyagok vannak rajta, amit mi magunk készítünk. A technika azért még messze nem olyan teljes körű és fejlett, mint amennyi a reményeinkben lenne azért, vagy a vágyainkban. De ahogy ezt a felvételt is most te készíted, az emberiség.hu oldalról is, és más csatornákról is, más felületekről is veszünk át anyagokat. Valamennyit persze mi magunk is készítünk. Hanganyagok is találhatóak, írott anyagok is találhatók, cikkek is, meg tanulmányok is. És természetesen előbb-utóbb szeretnénk majd azt elérni, hogy hiszen el mögé egy közösség is kell, hogy épüljön ahhoz, hogy ez egy jól működő, és ne csak egy hírszolgáltató, vagy egy információszolgáltató dolog legyen. A terv az, ahogy el is lehet olvasni ezt a honlapon, hogy egy közösség épüljön el mögé. Ennek van egy tervezett magsága,
amivel mi személyes találkozókat is szeretnénk majd. Nyilván most is lehet e-mailt írni, hiszen az e-mail címek kint vannak. Még nem épült még annyira fel, hogy most azt mondjam, hogy és akkor kommenteket lehet fűzni. Természetesen a YouTube-on lehet kommenteket fűzni, e-maileket lehet írni, de az igazi álom az, hogy ez egy valódi közösségi érjen majd, és személyes találkozókon tudjunk beszélni mindarról, amit a filmeken keresztül látni lehet. Elhangzott az, hogy többféle csatorna, illetve többféle szervezet, vagy többféle közösség vesz részt ebben a munkában. Mit lehet erről tudni, hogy kik ezek a szervezetek? Tehát egy picit ezt bontsuk ki, ezt a történést, hogy ezeket a szálakat. Mielőtt erre válaszolnék, kicsit máshol kezdeném. Mert ha most kívülről néznénk magunkat, nem csak a kettőnk csatornáit, akkor egy érdekes felismerés felé elindulhatnánk. Az elmúlt néhány évben a globális interneten felépül, kiteljesedik egy alternatív gondolkodást jelentő média hálózat. Mert nem 3, meg 5, meg 10, hanem most már több száz olyan média felület van az interneten magyar nyelven, teljesen spontán módon, senki által nem szervezve, semmilyen központi erővel nem inspirálva ezt, egy olyan hálózat jön létre, ami mondjuk 20, vagy 50, vagy 70 éve még álmébe sem szerepelt senkinek. Ugye, ami írtunk már könyvekben arról 30 éve is, hogy milyen jól lennének alternatív médiák, akár újságok, vagy akár televízió csatornák, de akkor ez lehetetlennek tűnt. Ma pedig ez kézzel fogható valóság, ami azt jelenti, de nem is írjuk ki, hogy közösségi csatorna, vagy alternatív csatorna. Mindenki előtt evidens, hogy ez azért közösségi, mert a közösség minden lehetséges nézőpontot megtalál. Minden nézetrendszert megismerhet. Bármilyen kérdésről 5, 10, 20, 30 különböző felfogással találkozhat. Tehát megteremtődik annak a feltétele, hogy mindenki önmagában a saját gondolkodását építse, nem kell egyet, vagy kettőt, vagy hármat követni, hanem akárhányat megnézhet, és eldönteti, hogy mi mellé teszi le a voksot. Ez feltételezi azt, hogy minden ember önálló szellemi lényé válik, és ez önmagában megint csak egy nemzeti szintű tudatosodást jelent. Ez egy óriási áttörés. Igen, és akkor megfogalmazódott még egy kérdésben nem ezzel kapcsolatosan, hogy túl azon, hogy ugye kérdeztem, hogy milyen egyéb oldalak, milyen közösségi szervezetek, milyen személyiségek vannak még benne ennek a megalkotásában, tehát kikkel találkozhat a néző a csatornán, mert ugye nem mindegy az, hogy az, amit hall, azt kimondja, tehát hogy mennyire hiteles az ember, mennyire mondjuk adott esetben mennyire ismert, mennyire fogadják el általánosságban véve az illető személynek a gondolatait, tehát hogyha erről mondanátok egy pár szót. A csatornának így arca nincsen, és nem is tervezzük, hogy legyen egy kiemelt személyiség, aki a csatorna arc, legalábbis ebben a pillanatban messze nem erről van szó. Természetesen a Csaba előadásai, amik civil egyetemek és egyéb előadások keretében máshol történnek, azokat fölvesszük. Ha fölmegy valaki most erre a felületre, 100 filmával talál hanganyagot, vele egy videót is vettünk föl. Hamarosan készülünk arra a nagy konferenciára, a 2100 konferenciára, ami most már tényleg napokon belül következik, ahol csupa olyan arc lesz, csupa olyan ember lesz előadó, aki azt gondolom, hogy Magyarországon a nevéhez méltóan egy olyan minőséget képvisel, amit bárki nézhet, és hogy ki mit vesz le ebből, vagy ki mit szeretne ebből megtartani, vagy meghallani, ezt mindenki maga dönti el. Takács Péterrel van fönn már most beszélgetés, és kerül fel egyik nap nagyon hamarosan egy másik. Én azt gondolom, hogy mi megyünk az élettel, van egy olyan menüpont is, hogy például itt például olyan embereket mutatunk be, akik valami olyat csinálnak, amit érdemes most tudni, vagy mert létrehozták és tudják üzemelni és fent tudják tartani. Ezek nem egyszerűen csak közösségek. Az cél volt és nagyon deklarált célja a csatornának, hogy nincs benne híradó, nincsen benne reklám. Természetesen támogattuk, nekünk is szükségünk van, partnereink vannak, a partnereinkről csinálunk bejátszást, ahogy az emberiség.hu-ról is csináltunk egy rövid beszélgetést. Az a cél, hogy minden olyan jelenhessen meg, ami
aranykor így szokta a Csaba most ezt deklarálni, tehát hogy az aranykor kihívásainak, de én nem szeretem ezeket a nagy szavakat, én ezt meghagyom a filozófia és a szociológia területének. Én azt gondolom, hogy egy sokkal emberibb világot kell kiépíteni, mint ahol tartunk, ezt nem én mondom, nem egyedül vagyok ilyen okos, bárhol ezt lehet hallani. Én azt szeretném, hogy ezen a csatornán minden olyan megjelenhessen, ahogy veszünk át anyagokat másoktól, nem akarunk mindent egyedül megcsinálni, nem akarunk mindent egyedül forgatni, nem is tudunk és nincs is rá szükség. A magvagy.hu-ról biztos Csaba mindjárt fog beszélni, a Katinkáékról, az emberiség.hu-ról, a VNTV-ről. Rengeteg, és ahogy mesélte a Csaba az előbb, rengeteg olyan felület van már most, aki hasonló munkát végez, mi ezek közül vagyunk egy. Most éppen nem is biztos, hogy a legújabb lehet, hogy közben a napokban már még valaki csinál hasonlót. Mi azt a koncepciót gondoltuk, hogy az, amit eddig nem tudtunk megmutatni, de fontosnak tartsunk, annak hozunk létre egy felületet, ennyi történt. És reméljük, hogy ez egy olyan közösséget tud maga mögött majd idővel, ami nem csak a virtuális felületre fog korlátozódni. A kérdésed három kérdést tartalmaz. Az első az, hogy kik csinálják a csatornát. Ez ma is legalább 8-10 ember már. Nem tudom, a Csaba Beatrix-től Egres Katinkáig, Bot Gábortól, mondjuk a Csicskó Pálig, hogy ne hagyjuk ki aki az informatikai részét, vagy Olasz Sándorig, akik ezt csinálják. A másik kérdés az, hogy kik azok az előadók, akik gyakran szerepelnek, akik nem azért, mert hogy arcok, hanem már olyan a mondandójuk, amely mi felfogásunk szerint mindenképpen fontosak nekünk. És a harmadik, hogy amikor ebből a csatornából kinézünk, kiket is akarunk elérni. Egy érdekes szempontot mondott a Bea, amikor azt mondta, hogy aranykor. Mindegy, hogy a következő 50 év célját, vagy 100 év célját minek nevezzük. Nagyon sokfajta jelzőt lehet rá találni. Egy biztos, ez a mai világ, ez az életforma, ez az életminőség fenntarthatatlan. Ezzel szöges ellentétben egy egészen más világnak kell felépülnie, az embernek belül is, kívül is, államok szintjén, a gazdaság szintjén, vagy akár mondjuk a közösségek szintjén. Nekünk minden ilyen változást támogatnunk kell. Mi tehát nem ragadunk le egyetlen ideológia mellett se, sőt bizonyos értelemben az ideológiák fölött szeretnénk gondolkodni, nem kötődünk semmilyen irányzathoz, mi mindenkit szívesen látunk, aki ezt az átfogó stratégiai célt valamilyen szempontból támogatja. Nem zárunk ki semmit, mindenkit befogadunk, ugyanakkor azonban ehhez a célhoz ragaszkodunk. Ezért mondtam, hogy alternatív. Ha jelent egy befejezett múltnak tekintjük, mert az csak látszólag jelen, ez egy valójában már a múlt, akkor mi azt a folytatást, azt a közeljövőt szeretnénk szolgálni, amit meg kell tudnunk teremteni. Minden videófilm, minden tanulmány, minden rádióműsor, mindegy milyen műfajban születik meg, nálunk megjelenik, amelyik erre felé mutat. Ugye nemrég indultunk. Biztos, hogy egy fél év múlva már több száz film, videófilm, vagy rádióműsor, vagy tanulmány lesz fent nagyon sok embertől. És miután úgy csináltuk meg ezt a multimédiás tudásportált, hogy rajta marad minden anyag, amit csak szükségét látjuk, tehát bármilyen friss anyag is ott van, de ott van a minden régi is, és elérhetővé válik. És végül még egy fontos törekvésünk van, aminek az első példája most lesz április 27-én, hogy ezt a bizonyos 2100 konferenciát élőbe adjuk. Ez egy 16 órás konferencia, 30 előadóval, és szeretnénk, ha az egész világ magyarsága látná. Ez egyébként nem más, mint egy a magyar jelenbe dobott hatalmas, nagy szellemi, nem bomba, mert bombaszót nem szeretném használni. Kőatóba, vagy inkább virágatóba. Tehát szeretnénk egy olyan szellemi inspirációt elindítani, ami mindenkit megmozgat. Tudjuk, azt a korábbi előadásainkból bárhol tartottuk, az emberekben rengeteg előítélet, félelem, ellenállás van, minden változástól szinte tartanak, minden új gondolattal szemben képesek ellenállni. Tehát
a társadalom tudatállapota, tudásállapota rendkívül kötött, alig nyílik meg, nagyon sok mindenben nem befogadó. Ezért tehát nagyon széles palettán kell haladnunk, hogy lehetőleg valahol mindenkit megszólítsunk, és egy teljesen új magyarság tudatot, egy új társadalmi változás programot tudjunk meghirdetni. Elhangzott itt a beszélgetés során, hogy a világ magyarságát szeretnétek megszólítani, és megfogalmazódott bennem az a kérdés, ami nyilván azért távlatokba vezet, és épp elegendő dolgunk van itthon is, mint hogy még a nemzetközi dolgokkal foglalkozunk. Tehát a kérdésem az az lenne, hogy mennyire tervezitek azt, hogy esetleg különböző előadások, különböző anyagok idegen nyelven, akár környező országok nyelvén megszólaljon, tehát hogy kilépjünk a Magyarországból és ebből a Kárpát-medencéből, és esetleg, mert máshol is ébredeznek az emberek. Tehát ugye ez tapasztalható a világban általánosságban véve, hogy mindenütt egy ébredési folyamat megy végbe, és hasznos dolognak tartanám én is, meg nyilván ti is, hogy összekapcsolódjanak ezek a gondolkodók. És akkor át is adom a szót, mert azt hiszem érzitek a kérdést lényegét belőle. Igen, erről első körben az jut eszembe, hogy sokat akar a szarka, nem fogja bírni a farkkal, tehát azért step by step, lépésről lépésre. Nyilván ez cél, nem lehet más, mint cél, és kilépni legalább angol nyelven, anyagokat elérni, ez biztos, hogy fontos lesz, a konferencia egyébként meg fog angolul jelenni. Itt én nem szeretnék arra hivatkozni, hogy természetesen egy vasunk sincs, és nagyon pici költségvetésből hoztuk egyáltalán létre, vagy álmodtuk meg, azért nem raktuk ki hónapokig nagyon nyilvánosan, mert azt mondtuk, hogy megcsináljuk, megnézzük, mit bírunk el. Én ezt úgy képzelem el, hogy ahogy a közösség épül majd mögé, és aki följön a honlapra, látja, hogy erről nekünk milyen képünk van, vagy hogy mit szeretnénk ezzel, egészen biztosan szívesen vennénk olyanokat, akik kiválóan beszélnek magyar mellett más idegen nyelveken, és például a saját közösségeiknek eljuttatják ezeket az anyagokat, akár feliratozott formában a filmeket, akár a szövegeket lefordítva, akár a hanganyagokat leírva, lefordítva. Én boldogan veszem, ha önként felajánlkozók vannak. Nincs ma olyan helyzetünk pillanatnyilag, de aztán lehet, hogy holnaptól a családom által egyébként utált mondat, hogy megnyerjük a lottó ötöst, és akkor minden rendben van. Abban is hiszek, hogy az ember egyszer csak nyerhet annyi pénzt, hogy lesz neki annyi, amennyi kell. De jöhetnek támogatók, tudjuk, hogy a támogatók azért ma nem állnak annyira sorba. Minden esetre akkor most felhasználnám ezt a képi hangi lehetőséget, hogy aki úgy érzi, hogy megnézi a csatorna honlapját, úgy érzi, hogy hozzátenne, vagy partnerünké válna, vagy támogatóvá válna, nagyon nagy örömmel várjuk, akik ezt a filozófiát, vagy ezt a koncepciót szívesen veszik. Tehát a rövid válasz az, hogy igen, mindenképpen, a hosszabb válasz az, hogy igen, mindenképpen, de hát ennek a kereteit létre kell hozni. Ez három mondatot kell csak hozzátennem. Nekünk eddig is van két internetes folyóiratunk, és van legalább 7 vagy 8 internetes honlapunk, meg portálunk. Mindegyiken nagyon sok idegen nyelvű anyag van már eddig is fent, és nem csak angolul. Tehát ez egy természetes törekvés. Maga a konferencia 31 néhány előadása is meg fog jelenni mindegyik angol nyelven is, tehát ebben is törekszünk arra, hogy elérhető legyen. De nem úgy kell erről gondolkodni, mintha állam lennénk. Tehát nem úgy működik ez, hogy majd valaki ad erre pénzt, aztán még valaki megbíz valakit, aki lefordítja, még valaki utána felteszi az adott videófilmre feliratként. Ez közösségi vállalkozás. Ez csak úgy mehet végbe, ha kialakul az a 20-30 fordító a csatorna körül, aki a kedve szerint fontosabb filmeket, vagy előadásokat, vagy hanganyagokat maga lefordít, és a segítségünkkel felkerül egy angol, vagy német, vagy bármilyen más nyelvű verzióra. Én megéltem azt már a saját korábbi filmjeimnél, hogy a semmiből tűntek elő egész meglepő nyelvekről fordítók, és teljesen spontán módon megszülettek napok alatt különböző nyelvű verziók. Ez is így fog menni. Tehát szeretettel várunk mindenkit, aki ebben segíteni akar. Nem tudom, hogy még maradt-e bennetek gondolat, de azt gondolom, hogy első körben szerintem ennyi elegendő lesz a csatornáról. Én sok sikert kívánok nektek, illetve magunknak, hogy ez sikeressé váljon, és biztos vagyok benne, hogy időről időre majd meg fogunk valamennyien szólalni
különböző témákban ezzel kapcsolatosan is. Hogy mondjam veled egy mondatban a csatorna szlogenjét. tudatoscsatorna.org a szlogenje, az aranykor még sohasem maradt el.